Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot! Megosztott elsőszerzőként a prostaglandin F-receptor gátlásával kapott eredményeinket szeretném bemutatni globális előadi isztkémia patkány modelljében. Először pár szót a stroke-ról Magyarországon. Magyarországon évente mintegy 40 ezeren kapnak szélütést, azonban mindössze 5-7%-uk kerül idejében kórházba. Magyarországon minden harmadik beteg azonnal, és minden hatodik beteg pedig egy hónapon belül meghal. A betegek körülbelül 50%-a él maradandó károsodással a stroke árnyékában. Hazánkat elhelyezve az Európa Unió tagállamai között a stroke okozta halálesetek tükrében azt láthatjuk, hogy az Európa Uniós átlag alatt van. Az iszkémiás stroke körülbelül 85%-a az összes stroke-os esetnek világszerte. Oka lehet trombózis, embolizáció, illetve aterosklerózis miatt beszűkült ér. Így az érintett agyi terület nem jut megfelelő tápanyagellátáshoz, és kialakul az elsődleges károsodás, vagyis a magrégió, mely halott sejteket tartalmaz. A magrégiót a penumbra régió veszi körbe. Itt sérült sejtek vannak, de reperfúzióval és gyógyszeres kezeléssel még menthetőek. Az iszkémiás stroke során megjelenő patofiziológiás jelenség a terjedő depolarizáció. A mag és a penumbra határán alakul ki, és lassan, hullámszerűen terjed az agykéregben. DC módban szült helyi mezőpotenciálon nagy, körülbelül 20 millivoltos kitérésként detektálható, követi egy jellegzetes agyi véráramlási választ, mely tipikusan áll korai hipoperfúzióból, tranziens hiperémiából és elhúzódó oligémiából. A terjedő depolarizáció patofiziológiás szerepe a másodlagos károsodás kialakulásában van, hiszen hozzájárul a mag penumbra átalakuláshoz, és így a sejtek pusztulásához. A PGF2-alfa prostaglandin F-receptor útvonal leginkább az érválaszt kialakításában játszik szerepet. Az FP-receptor aktiválódásának hatására az intracellulális kátium szint megnövekedik, így a sima izomsejtekben vazokonstrikciót indukál. Az FP-receptor gátlása protektívnek bizonyult iszkémiában. Fokális iszkémia állatmodelljében gátlásával a lézió méretét csökkenteni tudták. Itt célkitűzésünk volt az FP-receptort gátolni AL8810-en, és ennek védőhatását felmérni iszkémiás patkány állatmodellben, amely lehetségesen a terjedő depolarizáció mérséklésén, az agyi perfúzió fokozásán és a neurodegeneráció gátlásán keresztül valósulhat meg. Hím, szpregdóli patkányokat izofuránnal altattunk. Artéria femorális kanülön keresztül monitoroztuk a vérnyomást, és vérgázanalízist végeztünk. Véna femorális kanülön keresztül injektáltuk az AL8810-et, vagy annak vívő anyagát. Két koponya ablakot alakítottunk ki. A hátsó koponya ablakból helyi mezőpotenciát vezettünk el, üvegkapilláris mikroelektródán keresztül, ezt két csatornán, DC potenciál és ECOG csatornán monitoroztuk. A véráramlás mérést lézer speckle kontraszt képalkotás módszerrel végeztük el, elvékonyított koponyacsonton keresztül. Az előső koponya ablakból váltottuk ki a terjedő depolarizációkat, egy mol káliumkloriddal átitatott vatta agyfelszínre történő helyezésével. Alaponal felvétele után kétoldali karotisz okklúzióval iszkémiát indukáltuk. 10 perc iszkémia után intravénásan injektáltuk AL8810-zel vagy a hordozójával az állatokat. Ezután két terjedő depolarizációt váltottunk ki, majd folyamatos kiváltás következett úgy, hogy a káliumkloridos vattát az agyfelszínen hagytuk. A karotisz okklúzió megszüntetésével reperfúziót indukáltunk, ez 3 óráig tartott. Ezután hisztológiai méréseket végeztünk. Háromféle terjedő depolarizációt figyeltünk meg a felvételeken. Az első, a tranziens terjedő depolarizáció, mely klasszikusnak mondható. A második, elnyújtott terjedő depolarizáció, látszik, hogy hosszabb ideig tart a tranziensnél. A harmadik, küszöb alatti amplitúdójú, kis depolarizációs hullám. Ha csoportokban nézzük a különféle terjedő depolarizációk eloszlását, azt mondhatjuk el, hogy a tranziens terjedő depolarizációk ugyanolyan arányban fordultak elő mindkét csoportban. Viszont az FP-receptor gátlása megakadályozta az elnyújtott terjedő depolarizációk kialakulását és fokozta
a kicsi, küszöb alatti amplitúdójú terjedő depolarizációk megjelenését. A transznyelv terjedő depolarizációkat vizsgálva azt találtuk, hogy az FP receptor gátlása növelte a repolarizáció gyorsaságát, csökkentette a félamplitúdóhoz tartozó időt és a terjedő depolarizáció görbe alatti területét. Az alfa és a delta hullám arányának változása jó mutatója a szövet állapotának. Minél nagyobb ez a szám, annál jobb a szöveti állapot, annál jobb szöveti állapotra tudunk következtetni belőle. A kísérletünkben az FP receptor gátlása a reperfúzió alatt volt képes az alfa-delta arány növelésére. A terjedő depolarizációt követő véráramlási választ három érdeklődési területen vizsgáltuk. Egy volt a nyitott koponya ablakban, és kettő anterior és posterior irányban elhelyezve. A hiperémiás válaszokat vizsgálva azt találtuk, hogy maga a véráramlás alapvonala, tehát ahonnan a véráramlási válasz indult, és magasabban volt az FP receptor gátolt csoportban, és a hiperémiás válasz maximális kitérése is magasabb volt. Vizsgáltuk a különféle véráramlási válaszok eloszlását a területeken, és a kezelési csoportok tekintetében is. Azt találtuk, hogy a hiperémiás válasz leginkább a nyitott koponyaablakban fordult elő. És szintén itt volt a legkevesebb szer, hogy nem detektáltunk véráramlási választ. Hipoémiás választ csak az anterior területen figyeltünk meg, és ennek a száma lecsökkent a kezelés hatására. Valamint az FP receptor gátlása az amplitúdóját is képes volt lecsökkenteni a hipoémiás válaszoknak. Az összes véráramlási válasz tekintetében azt találtuk, hogy az FP receptor gátlása gyorsította a terjedésüket. A szövettani eredményeink a következőek voltak. A hasított caspase-3 egy apoptózis marker, vagyis a programozott sejthalál előfordulását, megjelenését tudtuk detektálni vele a szövetben. Az FP receptor gátlása az összes vizsgálat területen képes volt lecsökkenteni a hasított caspase-3 pozitív sejtek számát. Kolokalizáltuk a hasított caspase-3-at neuronokkal és asztrocitákkal, vagyis mindkét sejtípus apoptózis szenvedett a kísérletünkben. Az IBA-1 egy mikroglia sejtmarker. Azt találtuk, hogy az FP receptor gátlásának nem volt hatása a mikroglia ramifikációs indexel jellemzett aktiváltságára. Ez aztán minél kisebb, a mikrogliák annál aktívabbak. Viszont azt figyeltük meg, hogy a kraniotómiákhoz és a terjedő depolarizáció kiváltásához viszonyítottan ipszilaterális oldalon a mikrogliák aktiváltabb formában voltak jelen. Kimutattuk az FP receptort neuronban, asztrocitában és mikrogliában is. Összefoglalásként elmondható, hogy az FP receptor blokkolása az iszkémiás agykéreg perfúzióját javította. A repolarizáció sebességét növelte, így a terjedő depolarizációk időtartama csökkent, és az elnyújtott terjedő depolarizációk nem jöttek létre. Reperfúzió alatt fokozottabb volt az ECOG teljesítmény rendeződése FP receptor blokkolásával, és csökkentebb mértékű volt az apoptózis is. A mikrogliák aktivációját nem befolyásolta szignifikáns mértékben az FP receptor blokkolása, de a receptort kimutattuk neuronokon, asztrocitákon és mikrogliákon is. Mint már a bevezetésben jellemeztem, az FP receptor aktiválása az intracellulális kálcium szint megnövekedésével jár az érintett sejtekben. Sima izom sejtekben vazokonstrikciót okoz, melyet megakadályoztunk az AL8810 alkalmazásával, és így javítottuk az iszkémiás agy perfúzióját. Valószínűleg a perfúzió fokozása általi jobb vérellátás eredményeképpen a szövet képes volt gyorsabban repolarizálódni, és ez járulhatott hozzá a sejtpusztulás csökkentéséhez is, melyhez maga az intracellulális kálcium szint viszonylagos csökkenése is hozzájárulhatott.
Ugyan mikrobia aktivációt nem befolyásolta az anyag, de eredményünkkel korábbi kísérletünket támasztjuk alá, miszerint a kraniotómia, de maga a terjedő depolarizáció is mikrobia aktivációhoz vezet. Konklúzióként elmondható, hogy az FP receptor gátlása szövetvédő hatású volt iszkémia állatmodelljében, így jó terápiás célpont lehet az iszkémiás sztrók kezelésében. Köszönöm szépen az Jagyi Keringécsics metabolizmus kutatócsoportnak a kísérlethez való hozzájárulást, és önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet.